Atya, a Fiú és Szentlélek nevében. Amen. Olvasom Isten igéjét a János Evangélium a 21. fejezetének 15. versétől a 17. terjedően a következő képpen. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Eddig tart Isten igéje. Keresztény testvéreim, kedves tévénézők, ez az alapvető és legfőbb kérdés, hogy Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Minden, ami Jézusért, mindent, ami Jézusért teszünk, értéktelen, ha hiányzik belőlünk a szeretet. Kell, hogy ez hassa át és irányítsa minden tettünket, különben csak hol cselekedett és gépies tevékenység az. Amilyen mértékben helyt adunk önmagunkban Krisztus szeretetének, és az minket áthat, olyan mértékben fogjuk őt viszont szeretni. Aki szereti Jézust, az magasztalja őt. Megváltunk csodálatos tulajdonságait, nem tudjuk eléggé magasztalni. Aki szereti őt, azt felüdítő igéje és a vele való kapcsolat. Emberek, akik szeretik egymást, szívesen érintkeznek egymással. Ha valaki szereti Jézust, sohasem tud betelni azzal, hogy igéjét hallgassa és olvassa. És a vele való közösség lelkének legmélyebb igénye. Aki Jézus szereti, arra is kész, hogy érte szenvedjen. A szeretet gyakran a szenvedésen keresztül tisztul meg, mondta Ter Stegen. Péter a maga túlláradó érzelmében azt hitte, hogy Jézust a börtönig és a halálig tudja követni. De egyszerűen túlértékelte önmagát. Szeretete még nem volt elég erős ahhoz, hogy a szenvedéstől való irtózását legyőzze. Az édesanyja együtt szenved a gyermekével, vagy gyermekéért, és nem gondolja, hogy valami különleges dolgot tesz, amikor beteg gyermeke ápolásában felemészti önmagát. Az igazi szeretet gyalázatot, gúnyt és üldöztetést is elhordoz a megváltóért. Sőt, éppen a szenvedés az, amely a szeretet szálait még szorosabbra vonja. A szeretetnek szenvedést jelent, ha valamivel megszomorítjuk Jézust. Péter is igen megszomorodott, mikor az Úr harmadszor is megkérdezte, hogy szeretsz-e engem. Ez háromszori megtagadására emlékeztette őt, melyet annak idején keservesen megsíratott. Az a fájdalom, melyet azért érzünk, hogy szeretetét megszomorítottuk, az bizonyítja, hogy szeretjük őt, és Jézus ismételt bocsánata még fokozza ezt a szeretetet. Mert akinek sok bocsátatott meg, nagyon szeret. Egy másik helyen pedig a Pál apostol ezt mondja, ha valaki nem szereti az Urat, legyen átkozott. Azaz Istentől elhagyottá válik, Isten ítélete nehezedik rá, Isten áldása pedig azt jelenti, hogy életünk van. Ahol Jézus van, ott kivirul Isten kertje, aki pedig nem szereti Jézust, az áldásoktól fosztja meg önmagát, és végül is az örökös halálba süllyed. Most és mindörökké. Amen. Erős várom Istenünk.